Több mint két éve nem volt ehhez hasonló nemzetközi találkozó Nyíregyházán. A Tirpák Fesztivál keretében 10 testvér, illetve partnerváros képviselőit fogadták a Városházán múlt pénteken. Kovács Ferenc, a megyeszékhely polgármesterek köszöntőjében elmondta, fontos, hogy a pandémia alatti online egyeztetések után most élő kapcsolatokat teremtsenek a városvezetők. A települések különböző területeken működnek együtt. Az oktatás, a sport vagy a kultúra mellett többek között környezetvédelmi programokban is partnerek a városok. Külön másik fontos terület a pályázatok, ami most indul majd az új EU-s időszak, szeretnénk folytatni ezt. Külön lesznek két oldalú megbeszélések ma és holnap, én ezt fogom javasolni a polgármestereknek, hogy vigyük ezt így tovább, mert hogy nem sokára megjelennek októbertől azok a pályázatok, amikkel tudunk együtt pályázni, pontosabban csak együtt tudunk pályázni, akár a V4, alappályázat, akár a közvetlen brüsszeli pályázatok, és ezek újabb lehetőséget, erősítést adnak majd a tesővárosi kapcsolatainknak is. Zsesov, Szatmárnémeti, Szentpölten, Beregszász. Csak néhány az itt vendégeskedő városokból. A németországi Iserlohnnal több mint 30 éves a testvérvárosi kapcsolat. A település polgármestere elmondta, az elmúlt évtizedekben folyamatosan bővült a Nyíregyházával közös együttműködés tartalma. Mint mondta, fontos, hogy a fiatalok is részesei legyenek ezeknek, hiszen a következő generáció jelenti a városok és kultúrák közötti partnerség jövőjét. Amikor több mint 30 éve létrejött a Nyíregyházával közös testvérvárosi kapcsolat, akkor elsősorban kulturális területen történt együttműködés. Már az iskolák közötti kapcsolatok nagyon élénkek, és nagyon fontos számunkra, hogy a diákok, akik Iserlohnból eljönnek Nyíregyházára, vagy fordítva, és helyi családoknál szállnak meg, lehetőséget kapnak arra, hogy belelássanak egy másik ország, egy másik kultúra hétköznapjaiba. Ez egyrészt a tolerancia fejlesztését szolgálja, másrészt a látókörük is bővül, ami a jövő generáció számára kiemelt fontosságú. A találkozón Kovács Ferenc polgármester az együttműködést erősítendő Iserlohn, Szentpölten, Zsesov és Gorlice képviselőivel írt alá megállapodást.